Климатическая повестка, старение населения и зеленый переход стали главными темами неформальной встречи министров финансов стран ЕС, которая прошла в пятницу в Будапеште. На встрече было отмечено, что Венгрии необходимо сделать свою климатическую политику более последовательной и прозрачной. Страна заинтересована в повышении конкурентоспособности посредством зеленого перехода, отметил министр финансов Венгрии. Hogy arról tudtunk szót váltani, hogyan lehet mobilizálni a meglévő rendelkezésre álló jövedelmeket, és hogyan lehet egyszerre nem csak a zöld, hanem a más típusú befektetéseket is növelni, hiszen Európának erre is szüksége van a gazdasági növekedés érdekében. A mostani egy informális találkozó volt, döntések tehát itt most nem születtek. Azonban a résztvevők nagy számát, valamint azt a tényt, hogy a legtöbb tagállam ezúttal magas szinten képviseltette magát, a Magyar Uniós Elnökség mindenképpen sikerként értékeli. Kónya Rita, Euronews, Budapest.